Úgy tűnik, háború van készülőben. Vér fog folyni a YouTube-on. A megmondók csatája lesz ez. A csata, amely mindent eldönt. Ki lesz a megmondók legmegmondóbb pika? A partizán most megküzd a szélső közép vezérével. Puzsér hadat üzent. Most minden Gulyás Mártonon múlik. Most az ő tér felén pattog a sportcipő. Apu azért iszik, mert te háborúzol. Sziasztok, kedves nézők, kedves feliratkozók! Aki még nem iratkozott fel, az most tegye meg, mert még nem késő, és nyomja meg a kis csengőt is, hogy kapjon értesítést az új videókról. Köszönjük! A mai videó témája pedig Puzsér Róbert és Gulyás Márton, a két megmondó ember, a két influencer a szó jobb értelmében. Nem titok, hogy én mindkettőjüket nagyon kedvelem, és ami különösen örvendetes, hogy az én nézőim, illetve Puzsér és Gulyás Márton nézői nagyjából ugyanazok. Mármint nekem egyelőre kevesebb jutott belőlük, de akik engem néznek, azok legtöbb esetben vagy a Marcit, vagy a Robit szintén nézik, vagy mindkettőjüket. Igen, pontosan rólatok van szó. A YouTube ugyanis folyamatosan mutatja nekem, hogy a Dave világa nézői milyen más csatornákat néznek még leginkább, és ezen a listán első helyen a Partizánál, az ötödik helyen meg Puzsér. Közöttük meg ott figyel az ATV, a Live TV, és persze Pontyondi Edina is. És aki azt hiszi, hogy kamuzok, annak megmutatom. Úgy fokozódik a feszültség a két kedvencem között, ahogy a nemzetközi helyzet úgy általában. Legalábbis úgy tűnik, Robert hadat üzen Mártonnak kétszer is. Az első hadüzenet az ATV 5 című műsorában történt, amikor is a Partizán népszerű Bige Lászlóval készített interjúja volt a téma. És Gulyás Márton bólogat. Bólogat, hiszen itt a jóságos tőkés, a jóságos nagy tőkés, ez azért beárazza Gulyás Márton marxizmusát is egyébként. És Gulyás Márton nagyon okosan nem reagált erre. De ez nem volt elég ahhoz, hogy Puzsér leálljon, jött az újabb Schaller. Mert mit látok én a Puzsérhoz elég közel álló szélső közép Facebook oldalán? Hát ezt. Koldus és Királyfi. Támogassad Gulyás Mártont, jöjjön el a marxista forradalom, just do it. Először azt hittem, hogy itt azzal van a szélső középnek problémája, hogy Marci reklámozza ezt a cipőt. Azért gondoltam erre, mert Puzsérnak alapból problémája van a reklámokkal, de aztán rájöttem, hogy itt pusztán arról van szó, hogy a Gulyás Márton ezt a 80 ezer forintos cipőt viseli. Semmit se reklámoz, ez nem egy Insta reklám, egyszerűen kiszúrták, hogy egy drága cipő van rajta. Na, zákson. Jó, mondjuk én nem emlékszem arra, hogy valaha 30 ezer forintnál többet kiadtam volna egy cipőre, és mint látjátok, mindig ezekben az igénytelen vacak pólókban vagyok, amikor felveszem a videókat, de ez még változhat a jövőben. Például akkor, hogyha majd elmúlik a járvány, és bemerek menni egy ruhaboltba vásárolni. De tényleg nem értem, mi a gond azzal, hogyha a Gulyás Marci jó cuccokat vesz magának. Ha valaki megérdemli, hogy jól keressen, akkor az tényleg ő. A baloldaliság meg nem azt jelenti, hogy kötelező csórónak lenni. Hát attól, hogy nem szeretnéd, hogy legyen szegénység, még nem kell nyomorban élni. És attól, hogy te jól keresel, még gondolkozhatsz úgy, hogy a jól keresőket adóztassa meg az állam. Magyarországon kialakult egy ilyen hülye gondolkodás, hogy nyilván mindenki azt a politikát támogatja, ami neki jó, ami neki megéri. Hát jelzem, hogy ez nincs így, az én esetemben sem. Én például kifejezetten jobban élek, amióta az Orbán Viktor van hatalmon, mégse támogatom ezt a rendszert, mert vannak más szempontjaim is. Én sem vagyok annyira szegény, mégis inkább baloldali gondolkodású embernek tartom magam, mint jobboldalinak.
Jó, persze kőgazdagnak sem mondanám magam kifejezetten. Mint mondtam, nem vettem még szerintem 30 ezernél drágát cipőt, meg a lakásfelújítással is eléggé kínlódok, de például az autóm értéke az nagyjából több mint 10 millió forint fölött van, ami azért nem a legolcsóbb kategória. Nagyon régóta szerettem volna egy ilyen kocsit, és hát az élet úgy hozta, hogy 40 évesen sikerült végre beszerezni. És tök természetesnek tartom, hogy minden költség, adó, biztosítás, minden sokkal többe kerül, mint amikor az első autómmal jártam, ami egy olyan Suzuki volt, aminél még a bicajom is drágább volt. Szóval igen, fizessenek a gazdagok valamivel többet. És én se tartozom a legszegényebbek közé, mégis támogatom a progresszív adórendszert. És nem nagyon támogatom az Orbán rendszert, miközben én anyagi szempontból csak nyertem vele eddig. Igen, nem mindig azt támogatjuk, ami nekünk jó. Van olyan, hogy azt a politikát támogatjuk, amivel nem annyira járnánk jól. Ezek az úgynevezett elvek. Ha valamiben hiszel, akkor azt akkor is támogatod, hogyha te személyesen nem jársz jól vele. Van ilyen. Egy milliárdos is lehet például baloldali. Miért ne lehetne? Nem érezheti úgy egy vagyonos ember, hogy akár neki személyesen is többet kell vállalnia mondjuk a közterhekből? Hát dehogy nem. A Gulyás Marci pedig miért lenne kevésbé baloldali vagy marxista, a csak azért, mert jól néz ki és divatos cuccokban jár? Persze tudom, hogy az az elvárás Magyarországon nagyjából mindenki felé, hogy legyen szegény, mint a templomegere. Hát csak mi nem. Mi legyünk a lehető leggazdagabbak, de a politikus, a celeb, a youtuber, az mind-mind legyen nagyon szegény, főleg, ha baloldali. De miért is? Visszatérve Puzsérre és Gulyás Mártonra, szerintem Marci jobb, hogyha nem válaszolsz a támadásokra. A Puzsér ugyanis, megfigyeltem, kampányszerűen rászokott szállni emberekre. Rászállt például a Hajdú Péterre, aki azóta már nem nagyon szórakoztatja a nézőket beteg gyerekekkel és haldoklókkal, meg még el is vált azóta. Aztán rászállt a Berki Krisztiánra is, akit most éppen tárt kapukkal vár a börtön. Szóval Marci jobb a békesség. Igaz, hogy a Karácsony Gergely még mindig főpolgármester, pedig őt is támadta a Puzsér, és még reklámok is léteznek, pedig ha a Robin múlna, akkor az se nagyon lenne. Szóval én nem háborúznék a Puzsérral a helyedben, de te döntesz, Marci.